egy szabad, és ott a gól. Megszerzi a vezetést a 7. percben. A hazai csapat, a gólszerző pedig Sárkány Bence. Házigazdák egyik meghatározó játékosának a vezeték neve, ugyanaz nem is túlságosan gyakori név, lehet, hogy van közöttük esetleg rokoni kapcsolat is, nem tudom, bár nem gondolnám. Egy távoli löket ott az egyenlítés a 13. percben. Na most már csak egy messzámot kellene lenéznem, kitől elgetnek ott középen. Hát ez is volt egy 18-19 méteres lövés, a bal alsóba védhetetlenül akad be. Még egyszer rákukkantok a kézzel írt papíromra, egy óriási hiba és egy óriási bravúr. Ősszel ugye közvetítettük Hévízről a Hévíz-Kanizsa derbit. Ott is emlékeim szerint Rácz végezte a pontrugások zömét. És ki tudták bólintani, aztán Fisli ellövik 2-1. Fisli 15 méterről rá tudott fordulni, volt annyi helye Fisli Andrásnak. És egy pontos lövéssel a jobb alsóba talált a 38. percben. Érkezik előre. Ez óriási lehetőség volt. Jól jön középre. Van bólintás, van egy védés. Hú, mekkorát védett. Kis Krisztián érkezett, hogy elvégezze a sarokrugást. És ha nem fagyunk meg, akkor még látjuk is, hogy mi történik. Egy bólintás, és bent van. Bent van, jól jött be Kis Krisztián ívelése, és Kozári. Félidő 28. percében egyenlít. Gólá érett a nyomás. Karakai András érkezik, majd egy jó labdaszerzés, egy határozott labdaszerzés Horváth. Megvan még a labda, így már Zitzer Fisnin túljutott. Át a túloldalra, ott a gól! Gyönyörű gól, Horváth kibrusztolja. És ha minden igaz, akkor Balog Milán lövi a vezető gólt a lentieknek. Második félidő 33. percében.